Köszöntöm nézőinket, Nagy Viktor vagyok. Önök a Telena magazint látják. Mutatom önöknek, mit kínálunk a mai műsorunkban. Új transformátorállomást adtak át Tolnamözsön. A mözsi gyerekek már nem járnak iskolába a település részen. Kerti pikniket szerveztek a vándorló szépkorúak. 2,2 milliárd forintos beruházást adott át az E.ON Tolnamözsön. A modern transformátorállomás közel 30 ezer lakossági fogyasztót és számos ipari üzemet lát el villamos energiával Szekszárd északi részén és Tolna térségében. A beruházást 1 milliárd forinttal támogatta az Európai Unió és Magyarország kormánya. Ezek részben kapcsolókészülékek, amelyek biztosítják azt, hogy a karbantartásokhoz biztonsággal le tudjuk választani az egyes elemeket a feszültség alatt álló részekről, tehát biztonsággal tudjanak dolgozni a kollégáink. Az újonnan átadott tolnamözsi transformátorállomást mutatja be éppen az E.ON Hungária csoport alállomási vezetője a meghívottaknak. Az elkészült projekt a Dél-Dunántúl legnagyobb zöldmezős áramhálózati beruházása. Alföldi Borús Márka technológiai és ipari minisztérium helyettes államtitkára elmondta, egyre nagyobb teher kerül az áramhálózatokra. A környezet és a klíma védelem mellett nagyon fontos a napjainkban az ellátásbiztonság és az, hogy legyen energia. A kormány dolgozik azon, hogy legyen energia, és becsüljünk meg minden olyan elektront, ami a rendszerbe be tud jönni. Teszünk azért is, hogy új erőművek létesüljenek, valamint a meglévő erőművek még tovább tudjanak működni. Miért fontos ez? Egyrészt egy energiaautonómia, energiaszuverenitás is van a kérdésben, másik pedig az, hogy nagyon dinamikusan nő a villamos energia felhasználásunknak az igénye. Ez a volumen, amit látunk előre láthatóan, már meghaladja a 2,5 gigawatt mértéket, beépített teljesítmény mértéket, amire szükség lesz a következő 5-10 évben ahhoz, hogy például a jól látható ipari energiafelhasználási igényeket ki tudjuk elégíteni. A háztartási méretű kísérőművek egy nagyon jól látható, nagymértékben szaporodó tényező a hálózatokon, több mint 100 000 kis háztartási méretű kísérőmű működik már az országban, és ezeknek a jelenléte még nagyobb mértékű lesz a jövőben. Fontos, hogy ezek a kis rendszerelemek, termelők is be tudjanak csatlakozni a hálózatba, azaz a hálózatnak meglegyen a képessége, hogy befogadhassa ezt a időjárás függő termelőt. A legmodernebb távműködtetésű berendezésekkel és okos eszközökkel ellátott új transformátorállomás 2,5 milliárd forintból valósult meg, melyből 1 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást az Európai Unió és Magyarország kormánya adott a fejlesztésre. Nyilván település vezetőként és tolnaienként ez nagyon-nagyon fontos, hogy bármilyen beruházás van a város közigazgatási területén, de őszintén azt is el kell mondanom, hogy ez nem a mi lobby erejünknek köszönhető, hogy ez itt valósult meg, hanem annak a szakmai indokoltságnak, hogy itt a környéken lévő áramellátás biztonsága érdekében egész egyszerűen úgy a kivitelező és a tervezők, a beruházók úgy látták jónak, hogy ez itt valósuljon meg. Ami a tolnaiaknak és a környező településekben élőknek nagyon-nagyon fontos az, hogy a biztonságos energiaáramellátás folyamatosan biztosított legyen. Tehát nagyon fontos az, hogy most egyre több szó esik az energiáról, különös tekintettel itt Paks környékén a villamos energiáról. Azt valamennyien érezzük, hogy ha tél van, akkor azért, ha nyár van, akkor pedig azért van egyre több és egyre égetőbb szükség a villamos energiára. És a szakma úgy ítélte meg, hogy ahhoz, hogy ez valóban minden fogyasztó számára a jövőben biztosított legyen, ehhez ennek a beruházásnak meg kell valósulnia. Ami különösen örvendetes egyébként az itt élők számára és az önkormányzat számára is, hogy ugye egyre nagyobb a törekvés akár az Európai Unió, akár Magyarország kormánya oldaláról, hogy egyre több megújuló energiaforrást használjunk, akár a gazdasági szektor, akár a lakosság, és ennek a fogadására és az elosztására pedig megint csak szükség volt erre a létesítményre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a tolnai és környékbeli gazdasági szereplők is és a lakosság szempontjából is nagyon-nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk.
A mözsi állomás teljesen automatizált és távoli beavatkozással is működtethető. Mindezek mellett pedig biztosítja az időjárás függő megújuló energiaforrások hálózatba való bekapcsolását is. Az önkormányzat most már jó néhány éve, akár 10 éves távlatról is beszélek, egyre intenzívebben veszi igénybe a megújuló energiaforrásokat. Tehát a középületeken, szinte mindegyiken már napelem került elhelyezésre, és a fűtést is igyekeztünk korszerűsíteni. Tehát nem tudom, hogy mennyi lenne egyébként. Nyilván az intézményeknél is a klimatizálás sokkal nagyobb, például a klimatizálás sokkal nagyobb energiafelhasználást igényel. Igyekszünk ezt megújulóval pótolni, és azt se felejtsük el, hogy egyébként az energiafogyasztás mellé, a megnövekedett energiafogyasztás mellé azért a közeljövőben egy drasztikus energia áremelkedés is lesz. Tehát ott is igyekszünk mindenhol olyan beruházásokat eszközölni, végrehajtani, folyamatosan dönteni fogunk a korszerűsítésre, hogy minél kevesebb energiát kelljen használnunk, hiszen az önkormányzat költségvetésében meghatározott összeg áll erre rendelkezésre. Nyilván ez egy felülről nyitott, de hát az volna jó, hogyha inkább másfajta beruházásokat vagy működtetési feladatokat tudnánk ellátni, nem az áramdíjra költenénk a város költségvetésében a forrást. Úgyhogy a jövőben mi szervezünk közvilágítás korszerűsítést is, és a napelemek elhelyezésére is még nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni. A 8000 négyzetméteren megvalósult új transformátorállomás biztonságosabb energiaellátáshoz juttatja a közel 30 000 lakossági fogyasztót és számos ipari üzemet Tolna térségében és Szekszárd északi részén. 10 éve ez a legnagyobb, az elmúlt 10 év legnagyobb elosztóházati beruházási projekt az árult le itt Tolnamözsön, ami a Dél-Dunántúli, EON Dél-Dunántúli áramhálózati ZRT-t érinti. És azért nem minden, és azért egy új folyamatnak a része, mert hogy alapvetően a magyar kormánnyal nagyjából 4-5 éve elkészült egy energiastratégia, ami a környezetvédelmet erősítés szolgálja, és ehhez nagyon sok beruházás, infrastruktúrális beruházás tartozik. Például az, hogy napelemeket tudjunk fogadni a házaton, például az, hogy mondjuk villamos autók tudjanak menni az utakon, és ezeket fel tudjuk tölteni, vagy éppen hőszivattyús megoldásokkal tudjanak a lakosok hűteni-fűteni. Ehhez nagyon szükséges az, hogy megfelelő házati infrastruktúrája rendelkezésre. Ez az állomás, amit most itt átadtunk ünnepélyesen. Ez egy olyan projektsorozatnak az első eleme, amely gyakorlatilag ezt a célkitűzést segíti megvalósítani. És nagyjából ez az állomás 30 000 ügyfél energiaellátását, biztonságos energiaellátását szolgálja, és ezen kívül természetesen ipari és egyéb szolgáltatási cégeknek a bővítési, csatlakozási és energiaellátási igényeit is kielégíti. A térségben két alállomás van, az egyik Szekszárdon, a másik Bonyhádon. Eddig csak ezek szolgálták ki a felhasználók igényeit, az elmúlt években azonban jelentősen megnövekedett az áramfogyasztás. Olyan mértékű az új csatlakozási igény, amely szükségesítette, hogy új állomást építsünk. Ebben az új csatlakozási igényben ipari ügyfelek is jelen vannak, és természetesen azok a napelem csatlakozási igények, amik erre a térségre is nagyon jellemzőek. Ez mind lakosságnál, tehát az a háztetőkre felszerelhető napelemekről is beszélhetünk, és azokról a nagyobb napelemparkokról is, amelyeket cégek építenek. Nagyságrendileg egy 20x milliárd forintos projektsorozatnak az első eleme, ez egy 2,2 milliárd forintos projekt, amit lezárult. A továbbiakban még a térségben lesz egy új alállomás, és rengeteg olyan elosztályzati fejlesztés, például közép- és kisfeszültségű házatoknak az építése, és olyan okos elemeknek, például távvezérelhető kapcsolóelemeknek a beépítése fog megtörténni, amivel az egész energiaellátást biztonságosabbá tudjuk tenni az ügyfelek részére, másrészt pedig rugalmassá tudjuk tenni, hogy éppen melyik házati elemünk mennyire terhelt, és attól függően tudjuk ezt biztosítani ezekkel az okos
kapcsolókészülékekkel. A villamos energiahálózat modernizálása és kapacitás bővítése mellett a beruházás azt is lehetővé teszi, hogy az esetleges áramszünet kis időre vagy egyáltalán ne tűnjön fel majd a fogyasztóknak. Bármennyire érzelmi kérdés volt a mözsi iskola megmaradása, a helyzet és a jogszabályok nem tették lehetővé a további működést. A város vezetése tett lépéseket a fennmaradás ügyében, de első osztályt már nem tudtak indítani a következő tanévben. A bezárást követően az itt dolgozókat és tanulókat elhelyezték Tolna más oktatási intézményeiben. Évek óta látszott a tendencia, hogy minden beiratásnál fogynak a gyerekek, akik a mözsiek iskolájába szeretnének járni, vagy akiket ideiratnak a szülők. Pedig a lehetőség fennállt volna, hiszen a környező két óvodában lenne elég gyerek a működtetés fenntartásához. De a családok más iskolába iratták a gyerekeket. A mözsi iskola utcában nem lesz már iskola a jövőben. A tankerület és az iskola vezetése a tavasz folyamán keresett meg azzal, hogy nagyon kevés első osztályos gyereket irattak be a mözsi feladatellátási helyre. Ugye azért feladatellátási helyről beszélünk, mert tulajdonképpen egy iskola működik a városban. Ez a Wosinski Mór iskola, és ennek az egyik telephely a Széchenyi tagiskola, illetve egy feladatellátási hely van a Mözs iskola utcában, ahol csupán alsó tagozat működik. És ugye tudva levő, hogy 14 fős osztályok alatt nem engednek osztályt indítani, és éppen a fele létszámú gyereket iratták be, tehát 7 kis elsőst irattak be ebbe az iskolába. Tehát azt tudva levő volt, hogy első osztály biztosan nem fog indulni ebben az iskolában, ezen a telephelyen. A második osztályban is pedig a bukások miatt lecsökkent 14 alá az iskola vagy az osztály létszáma, így sajnos az a sajnálatos eset állt fent, hogy második osztály se tud indulni. Maradt volna az a megoldás, hogy összevont osztályokat hoznak létre, de ahhoz az iskola minden tanulójának ilyen rendszerben kellett volna elsajátítani a tananyagot, ami a kor követelményeinek és technikai kihívásainak már nem felel meg. Az a legkisebb, nem bántva a pedagógusokat, de az a legkisebb, hogy a pedagógusnak ez mekkora probléma, nyilván neki is probléma, de ennél sokkal fontosabb az, hogy a gyerekek szempontjából azért én azt gondolom, hogy a 21. században az nem feltétlenül jó, hogyha több fajta osztály jár egy osztályba vagy egy terembe. Tehát nyilván nem jó, amikor az olvasni tanulók is kis elsős, meg az írni tanulók is elsőst a harmadikossal kell együtt tanítani, és nekik együtt is kell tanulni. Úgyhogy gyakorlatilag ez volt az a kiinduló pont, amikor nagyon fájó szívvel és az én kérésem ellenére egyébként, mert nyilván én azt kértem, hogy minden lehetőséget keressenek meg arra, hogy ez az iskola megmaradhasson. És azt kell, hogy mondjam, hogy a szakmaiság az mégiscsak azt indokolta, hogy bezárásra kerüljön. Már a mözsiek ebben nagyon szerették volna megmenteni az intézményt, de ez a fennálló körülmények között lehetetlen volt. A Peszófer Ágnes azt mondta, maguk a pedagógusok is érezték a helyzet tarthatatlanságát. Nagyon sajnáljuk, és azt is tudom, hogy a mözsiek nagyon sajnálják, hogy Mözsön nem lesz iskola, és én azt is tudom és érzem, hogy ez nem csak annak fontos, akinek most ide jár a gyereke, hanem annak is, aki itt lakik a település részen. Hiszen joggal érzik úgy, hogyha egy iskola megszűnik, akkor egy lehetőség is megszűnik. Tehát, hogy itt nyilván a jövőben esetleg ide járó gyerekekről is szó van, nem csak a most jelenleg ide járó gyerekekről van szó, de azt tudni kell, hogy a jogszabályok, és nem szeretnék itt tényleg mások mögé bújni, de azt tudni kell, hogy a jogszabályok és a szakmaiság egész egyszerűen nem indokolja azt, hogy ilyen nagyon alacsony létszámú osztályokban folyjon az oktatás a mözsi iskolában. Nyilván a cél az, hogy modern iskola központban egyben vagy kettőben folyjon az oktatás a városban, tehát ez a szétaprózódott szerkezet, ez nagyon-nagyon nem jó. Nyilván abból a szempontból jó, hogy ha több helyen folyik az oktatás, akkor akár közelebb van a lakhelyükhöz a gyerekeknek
az iskola, de a szakmaiság az mindenképpen az volna, én azt gondolom, szakmailag mindenképpen az lenne jó, hogyha egy vagy maximum két koncentráltan, akár az alsót és a felsőt különvéve, akár az egészet 1-től 8-ig egy telephelyen tudnánk egy modern iskolában megvalósítani. Az önkormányzat a tanévzárót követően már elhelyezte a még itt tanítókat és az alkalmazottakat, valamint az idejáró gyerekeket a város más iskoláiba. A gyerekek nyilván a Széchenyi telephelyen, tehát a Széchenyi iskolai telephelyeken és a Bartók Béla utcában a felsősök, illetve az alsósok az Ötvös utcai telephelyen fognak tanulni. Már felvettük a kapcsolatot az iskolával és a tankerülettel, hogy milyen módon tudnánk akár mi is segíteni a gyerekek szállítását, vagy az odautazását, akár pedagógiai asszisztenssel, akár délután is tanítóval a pici gyerekeket ki fogják kísérni, illetve várni fogják a busz megállóban. A település részen számtalan ötlet merült fel arra, mire kívánja használni az épületet az önkormányzat. A Pászorfel Ágnes kijelentette, a híresztelések ellentétben eddig semmilyen módon nem tettek lépéseket a mözsi épület további hasznosításának ügyében. És ez nem lehet egy városban cél, hogy az infrastruktúra értékesítése miatt zárnánk be óvodákat, iskolákat, tehát szó nincs ilyenről. Nem tudom, mi lesz ezzel az épülettel, de azt gondolom, hogy most nem is ez a legfontosabb ebben. Nyilván majd keresünk valamit, vagy lehet, hogy lesz itt valakinek akár Mözsön egy jó ötlete. Nem az épület, én azt gondolom, hogy nem az épület számít itt most elsősorban, hanem a mostani és a jövőben itt született gyerekek. De arról sem az önkormányzat, sem az állami oktatás, a tankerület és az iskola vezetése nem tehet, hogy a mözsi iskoláskorú gyerekek jelentős részét nem ebbe az iskolába iratták be, hanem akár a város más iskoláiba, akár esetleg Szekszárdon. Tehát az, hogy itt nincs gyerek, gyerek születik, az óvodákban van gyerek, tehát akár a Zöldkert óvodában, akár az Aprajafalva óvodában, ami nagyon közel, tehát a településrész határán van, van gyerek, sok gyerek. Ezeket a gyerekeket valami miatt nem ebbe az oktatási intézménybe, vagy oktatási telephelyre iratták be. Gyakorlatilag ez az oka annak, hogy megszűnik a mözsi iskola. Most rövid reklám következik, majd a Tolnai Vándorló Szépkorúak Egyesületének programjáról számolunk be. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedresi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Medencézés, lángos sütés, beszélgetés, ebéd után egy kis kulturális program. Ezek mind-mind részei voltak a Vándorló Szépkorúak baráti körének legújabb eseményén. Az egyik társuk otthonába kaptak meghívást,
ahol újabb tartalmas napot tölthettek el együtt. Újabb nagyszerű programot találtak ki a tolnai vándorló szépkorúak. A baráti kör tagjai nem a szokványos nyugdíjas éveiket élik, igyekeznek alkalomról alkalomra mindig valami újdonsággal előrukkolni, hogy tartalmasan, vidáman, egymást támogatva éljék mindennapjaikat. Most épp egyik társuk otthonában kaptak meghívást, ahol a nagy melegre való tekintettel még a medencében is megmártózhattak. A férjemmel meghívtuk a vándorló szépkorúak baráti körét egy kis piknikre, egy kis fürdésre, lángos sütünk ebédre. Az a cél, hogy jól érezzük egymást, és egymás társaságában legyünk. A csapat már két-három alkalommal volt megnézni a gyűjteményemet, most azok jöhetnek, akik meg akarják újra nézni, vagy pedig még nem látták. Ez majd ebéd után lesz. Képzőművészet, népművészet, elsősorban festmények, szobrok. Itt kint az udvaron is látható egy jó néhány szobor, de hát a gyűjteményben is fafaragások, textilekből van gyűjtemény, de hát a legtöbb az festmény. És ennek a gyűjteménynek az a különlegessége, hogy kifejezetten Tolna megyei művészek munkáit gyűjtögettem most már több mint 20 éve, és azt hiszem, hogy egy szép kis csokor jött össze. A társaság zöme jó néhány éve tagja a baráti körnek, de időről időre érkezik kérés, hogy hadd csatlakozzanak újabb tagok a csapathoz. A Mága koncerten kértem a Zsinka Jánost, hogy szeretnék a csapathoz tartozni. Akkor úgy nézett ki, hogy teltház van, de ígérte, hogy a rendezvényekre bármikor mehetek velük. Kicsit ambivalens érzéssel mentem el az első rendezvényükre, mert ez egy nagyon jó kis csapat, összeszokott, Szigetvárra mentünk fürdeni, és hát féltem, hogy most engem, mint betolakodót, hogy fognak fogadni. De nagyon aranyos a csapat, mindenkinek volt egy mosolya, egy simogatása, egy kedves szava, úgyhogy nagyon jól éreztem magam, és azóta is nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek velük, és a mai nappal lettem teljes értékű tagja ennek a csoportnak. Decemberben, 50 év után elment a párom. Nagyon nehezen éltem meg az egyedül létet, nem a magányt, mert nem vagyok magányos, mert gyerekeim, unokáim vannak. A gyerekek elláttak mindenféle tanatológiával foglalkozó könyvekkel, tehát ami segít a gyászfeldolgozásban. Hát én olvastam, sírtam, nem segített. És akkor merült fel bennem a gondolat, hogy valahova tartozni kell. Nem akarok a gyerekeimre települni, hanem inkább egy nagyobb közösség. Nagyon sok jót hallottam róluk, nagyon tetszik az értékrendjük, a segítőkészség, a tolerancia. Ez mind az én értékrendembe vág, és hát nagyon jó itt velük, nagyon jól érzem magam. Ezzel a kis kerti piknikkel hagyományt teremtett a csoport. Egy hónap ezelőtt, amikor volt a jubileumunk, akkor egy nyári hónapot, egy szabadságot kértem a csoporttól. Annyira elfáradtam a szervezésbe, és mondta, hogy el kell menni szabadságra. De olyan nagy volt az igény, hogy újra jöjjünk össze, és tavaly nyáron a Gizi és a férje, a Laci meghívtak bennünket ide a Balcsi Beachre. Nagyon szép medencéik van, nagyon szép az udvaruk, minden, meghívta a társaságot, és akkor újra felelőítettük, hogy jöjjünk, ebből csináljuk a rendszert. Minden éve egy napot a csoportot vendégül látja, most is 40-en vagyunk itten. Kis pálinkázás volt, csoportsör van, lángos készül ebédre, tárlatnézés van, fürdőzés van, beszélgetés, jól érezzük magunkat. Legközelebb augusztus 3-án megyünk Kiskumajsára,
fürödni, és készülünk a Bárka Fesztiválra, augusztus 13-ra. Hát ahogyan jeleztek a csoportások, 70-80 fogunk benni. Készülünk rá. Ma olyan 3-4 óráig tervezünk, fülözgetünk, beszélgetünk, és utána még este van neki más programunk is. Megyünk az egyik csoportársunknak vala a születésnapja. Tegnap meg a névnapja volt, a másiknak oda szintén visszahívtak egy pacalpörköltes vacsorára. Korán reggel 5:30-kor fölkeltem, elmentem ki a mezőre, szedtem 2 csokor virágot, mezei virágot. A házigazdát, a Rő Gizellát, egy nagyon szép csokor virágot megköszöntöttem, hogy meg megköszöntem a csoport nevében, hogy befogadtak a hajlékukban. Hozzáértő asszony kezek készítették a finom lángost ebédre, amit a diófa hűs árnyékában beszélgetve jókedvűen el is fogyasztott a társaság. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!